Köszöntöm a nézőket a Jókai Podcast soron következő adásában. A mai vendégünk Kern András, akit azt hiszem, hogy nem kell bemutatni még a szlovákiai magyar nézőknek se. Köszönöm, hogy elfogadta a el kívásunkat. Köszönjük. Művész úr, jár-e felénk ide Szlovákiába, a szlovákiai magyarok közé? Milyen gyakran teszi ezt az ember, úgy elelkap, nem igazán? Nem. Nem, sose járok erre, csak ha valamilyen előadással okay. kapcsolatban ide keveredünk. Hát itt már voltam Pozsonyban, meg utána Dunaszerdahelyen, most vagyok itt, szóval egy párszor azért már voltam, de... Magánemberként például azt hiszem még soha. Uh -huh. semmi kötődése, kapcsolódása, akár rokoni, baráti vagy élmény jellegű? Nincs, tulajdonképpen nincs. nincs. Uh -huh. Ugye most a Kellékes című darabbal van itt, a volt itt a Jókai Színházban. Uh, ezt Parti nagy, Lajos, uh, hang, Parti nagy Lajossal hangolták az ön uh, uh, személyére, uh, um, ezt mondta. Uh, hogy, hogy veszi ezt a szerepet? Azt nyilatkozta egyszer róla, hogy ez egy elesett, rokonszenves kisember, aki, aki igazából többre vágyik. Milyen kap Tessék, most milyen, kap ilyen, <laughs> milyen? kapcsolódása van a, a, igazából a, a, a szereppel? Azért, mert ön is ilyen, vagy azért, mert egyébként ezt úgy könnyebben játszani? Na, sose így van. Sose így van egy színházban, hogy valaki pont olyat játszik, mint amilyen ő, sose úgy van, hogy könnyebb játszani, mindig jó, nehéz eljátszani mindent, és az alakok nem olyanok. Hát, hát ez van megírva. Ezt egy német pasas írta, és eredetileg egy operaházi kellékesről szólt, és volt egy osztrák fölvétel, amin egy neves osztrák színész játszotta, és azt én láttam is, óriási sikere volt benne, és folyton az operáról beszélt karmesterekről, zeneszerzőkről, hegedűsökről, csellistákról, dobosokról, nézőkről, operanézőkről, operakritikusokról, de az, hogy egy kellékes úgy megnyilvánul egy színházi dologban, az nagyon megtetszett. Nekem meg az Ilán Eldadnak, aki ezt rendezte, egy izraeli pasas, és akkor valahogy az Orlai megkérte a parti hogy írjuk át színházi kellékesre, és akkor én beszélgettem vele rengeteget erről, hogy én nekem mik a színházi emlékeim a Vig színházról, meg a Pesti színházról, tehát nem az operáról, és akkor meg őnek is voltak mindenféle élményei, meg hatalmas fantáziái, és akkor átírta ezt ilyen színházira, és most így van ez, és így van már tíz éve lassan, vagy több is, mint tíz éve, nem tudom pontosan mikor mutattuk be jó régen 14 éve megy 14 ez a 4-14 éve. éve megy a most néztük meg, ugye, a darabot itt a Jókaiban. Ennek egy ilyen specifikuma, hogy ön valahogy azért kommunikál a nézőkkel. Megjegyzi, hogy ott vannak, beszél feléjük, még egy jegyet is elkért valakitől. Szokta figyelni, hogy a nézők hogyan reagálnak önre? Hogy hogyan reagálnak az aznapi, aznap előadott darabjára? Hát, hogy ne figyelni. Mindig mindenki figyel. És meg tudja állapítani, hogy az ő szemükből, az ő jelenlétükből, hogy mennyire volt jó aznap? Nekik mennyire tetszett? Tulajdonképpen igen. Nagyrészt igen. Főleg volt, vagy szolójat, aminek szándéka, hogy az emberek nevessenek. vagy van egy ilyen távoli szándék. Tulajdonképpen nekünk egy helyzetet, egy darabot kell eljátszani, nekem is itt, ami egy kellékesről szól, aki ott marad végül egy olyan helyzetben, hogy kénytelen egy nézőteret elszórakoztatni, és ebben benne van az, hogy ez bizonyos mértékig nevettető, és ha az emberek ilyen jó ízűen, és jó kedvűen, és derűsen, és épeszűen, és okosan nevetnek, és ott is, amikor mi szeretnénk, akkor az ember úgy érzi, hogy ez jó volt, és ezt persze, hogy hallja az ember, hát hogy ne hallaná. Időben, és mondjuk térben változott, változik a, a nézőközönség? Nem olyan nagyon. Kicsit igen, de nagyon nem. Ha időben, akkor miben változott? Már hogy érti, hogy időben változott? Tíz évvel ezelőtt? Ahogy évvel ezelőtt 14 évvel ezelőtt? évvel ezelőtt, hogy fogadták a kellékeset? Nem, ugyanígy. Ugyan. Az nem, nem ugyan. Azt nem lehet tudni, egyáltalán nem lehet tudni, hogy egy közönség miért olyan, amilyen. Azt speciál nem. Én legalábbis nem tudom. Néha vannak olyan közönség, összetételek, amikor nem annyira nevetnek, vagy kevésbé nevetnek, vagy néha rájövök, például, hogyha délután vidéken, egy faluban eljátszottuk a disznók közt ezt, annak nem volt se színház jellegese, a nézői nem voltak olyan színházértők, színdarabértők, kellékes foglalkozásáról tudók, vagy egyáltalán nem értettek ehhez, akkor kevésbé volt sikeres az előadás minél inkább értenek hozzá, vagy hallottak már róla, annál közelebb van ahhoz, hogy sikeres legyen, de akkor se egyforma. Néha van, hogy nagy csönd van, és nem, nem is nagyon reagálnak a poénokra. Ritkán van, de van olyan is. És van, hogy úgy nevetnek, hogy majd kiesnek a székükből, vagy szétverik a házat. Ma is nagyon jó volt például, ez remek jó közönség. És térben? Tehát mondjuk a ha szlovákiai, magyar is veszünk? Nincs. Vagy különbség. mondjuk koncertjeit? Nincs. Nincs. Azt hiszem, nincs. Nincs. De a vid Ebből a szempontból nincs. De a vidéki és városi között némileg van, mint ahogy mutalt rám? Igen, igen, igen. Milyenek? Mi a különbség ebben? Az, hogy kell hozzá, ehhez a darabhoz kell egy bizonyos színházhoz értés ha Nem van nagyon sok, de hallani kellett mindenkinek, aki ezt nézi, arról, hogy van egy színház nevű műfaj, és bizonyos azt, azt se tudják, mi az a színház. Nem tudják, hogy ez hogyan készül, hogy abból van próba, hogy van előadás, hogy van egy kellékes, hogy ezt valaki írta, hogy egy színész föllép, hogy egy másik darabban is föllép, hogy ez, ezt nem mindenki tudja. Egy, egy darabjában mondta, hogy a magyar... A magyar közönség, az, az nem nagyon szereti az elvont, modern jellegű darabokat, hanem inkább a lélektani realizmus. Pont azt, amit a, amit a kritikusok mondjuk nagy nagybecsűbnek tartanak, azt mondjuk a, a közönség kevésbé. Igen, volt egy ilyen időszak, nem tudom, hogy most is így van-e még, mert azért modernül, hát változik állandóan a színház. Én most olyan nagyon különösbe, furcsán, modernbe, és annak mindig az a baj, hogy érthető-e, vagy nem érthető. Van egy csomó olyan dolog, ami nem érthető bizonyos emberek számára, mint ahogy az előbb beszéltünk kellékes falusi nem érthetőségéről. Én velem is van, hogy egy csomó dolgot nem értek egy előadásban. És akkor én, mint közönség olyan vagyok, hogy én se szerettem az olyan fajta modernet, amit nem értek. De ez ritkán van velem, és aztán látok egy pár modern előadást, amit, amit nagyon jónak tartok, látok egy pár régi fajta előadást, amit nagyon rossznak tartok. Nem függesse össze, hogy, hogy kicsit összefügg azért, mert valóban a modernebbet nehezebben szokja a Pesti Színházi közönség. Nem a Pesti Színházi, nem a Pesti Színházi Aha. közönség. Én úgy érzem, inkább szereti azt, amit megszokott. Hát ez olyan korral való dolog. Tehát ha valaki elkezd járni tíz éves korában színházba, és jár ötven éves koráig, és addig mindig a lélektani realizmus mentén vezetik őt a színházasok, akkor ha egyszer jön valami, ami egész furcsa, és csak topognak, és sikoltoznak, és kiabálnak, és lelövik egymást, és meghalnak, és föltámadnak, és nem lehet egy szót se érteni belőle, és nem beszélnek, érthető nyelven, vagy érthető helyzetek, színházilag érthető helyzetek nem történnek benne, akkor azok a nézők, akik így nőttek fel, azok azt fogják mondani, mi a frász ez, miért kell nekünk ez a nagy modernség. A kritikusok meg mindig járnak külföldre, korábban látják azokat az angol, meg orosz, meg indiai, meg nem tudom milyen előadásokat, amik olyan különösek nekünk, azt ők megszerettik, és azért mondják, itt is annak kéne lenni. De nagyon sokszor van, hogy olyasmit kérnek, vagy vágynak, vagy olyasmit javasolnak a magyar színháznak, hogy csak olyat játszon. És ezt a magyar színház, a legalábbis, de szerintem vidéken se, nem, nem tudná például anyagilag megengedni magának. Mert egy olyan előadás, ilyen nagyon modern, kicsit érthetetlen, az nagy siker lenne, 1000, 1200, 1500, 2000, 2400 ember személyében, de sose százezerében. Tehát elmenne, lenne belőle két és fél jó előadás, utána még három rossz, és aztán levennék a műsorról, és soha többé senki nem látná. De nagyon értékes lenne, csak nem lenne belőle nézői siker, és nem lenne benne pénz, akkor a színház nem tudja föntartani magát, akkor az állam nem ad, akkor jönnek a bajok. Ezek alapján ő megválogatja egyébként a szerepeit, vagy megválogathatja, hogy mennyire játszik egy elvont szerepet, egy elvont darabban. Saját színházamban nem nagyon válogathatta. A Végszínházban. Végszínházban nem. Ott én állásban vagyok úgy, mint egy... És kiosztják a szerepet. egy szerepet, és azt kell eljátszani. Igen. Nem nagyon válogatható. Másút, ha úgy hívnak vendégként valahova, és azt mondják, gyere el, itt játszál nálunk, bár nem, itt, nem vagy itt tag, meg nálunk nincs is tagság, hanem ennyit vagy ennyit tudunk fizetni, ennyi meg ennyi lesz. Ilyen körülmények lesznek, ez rendezi, ez írta, ez csinálja, az olyan, ennyi néző lesz. Valamit úgy mondanak, akkor az ember úgy érzi, hogy az mi, -es, mi lesz és akkor azon, az akkor lehet válogatni. Engem nem is nagyon szoktak például nagyon modernre, nagyon különösre, mozgásszínházra, vagy marslakók eljátszására még sose hívtak például engem, hanem mindig an emberi történetekhez keverettem és akkor inkább az volt a kérdés, hogy ráérek-e akkor, meg van-e kedvem éppen azt játszani, vagy jó lesz-e az, vagy nekem való-e, de az, hogy annyira moderne, hogy majd nem érti senki, vagy annyira régi -e, hogy túl kommersz, ezek nagyon ritkán adódnak ilyen kérdések. Nagyon ritkán. Műszor 53 éve van a Víg Színházban. Mi tartott valakit 53 évig egy konkrétan egy állásban, egy színházban? Ez ez azért van, mert igazából valakiben van egyfajta márkahűség, mert oda szerződött, és ott tudja, ott képzeli álmagát, és ehhez tartja magát. Azért, mert Várkonyi Zoltánhoz kötődik az ön ott léte, aki az ön mestere volt, akkor igazgató, vagy akkor főrendező, mikor odament, ugye, 71-től volt ő igazgató, egészen haláláig. Vagy azért esetleg, mert igazából nem óckodik attól, hogy tovább lépjen. Ne adj Isten fél attól, hogy mondjuk talajt, vesz, talajt veszítsen. De ezektől mind. Ezek jó. Jókat sorolt föl. Ezektől. Meg azoktól is, hogy olyan sokféle a Vix Nincs olyan nagy szükség arra, hogy... Szóval nekem nincsen olyan vágyam, hogy egészen más dolgok érdekeljenek, mint amiket a Vix előad például, nincsenek ilyen nagy... Szerinten nincs az az érzésem, hogy el kéne mennem nekem a nem tudom, a Pintér Béla színházába, amit nagyon jó színháznak tartok, de olyan kicsit elvontabb, kicsit avantgardabb, kicsit kevésbé sok emberhez szóló, nagyon jó humorú, érdekes dolog, de én azért nem vágyom annyira oda, hogy elhagyjam érte a Vic színházat, olyat, meg egyáltalán nem vágyom, amiről már itt most sokat beszéltünk, ilyen teljesen érthetetlen, egészen független, nagyon fiatalok által csinált, számomra legalábbis érthetetlen dolgokban játszam. Valamint az, hogy a Víg Színházban véletlenül az alatt, az 50 év alatt, vagy nem véletlenül megfordult körülbelül 94 rendező és 300 színész, és azokkal én mindig jóba lettem, meg játszottam velük, meg a rendezők egy részénél játszottam is náluk, vagy ők osztottak szerepet rá. Tehát olyan sok színű a Vix Nem lehet azt mondani, hogy a Vix olyan, mint 1970-ben volt pont, mint amikor én oda szerződtem, hanem egy csomó dolog változott, egész mások csinálják, azok nagy részt meghaltak, mindjárt mi is, mi is meghalunk, de ez nagyon változik ennek ez a itt tulajdonsága van, és ebben a sok változásban egy kicsit olyan, mintha én lettem volna már, a, amikor a Jubimovval dolgoztunk, akkor az olyan volt, mintha a Taganka színház színésze lennék én, mert annyira a Jubimov egy orosz fajta színházat akart csinálni, egy plakát színházat, egy politikai színházat. Amikor a színetárral dolgoztam, akkor olyan volt, mintha Petőfi színházban, a régi Petőfiben dolgoznék, és olyan kicsit közönségre kacsingató, nagyon értékes mai vígjáték, vagy nem mai, hanem magyar vígjátékokban dolgoztam vele, azt hiszem, főleg a Molnárban, de mindenkivel, mindenféle dologgal. Kaposvára talán elmentem volna egész fiatalkoromban, miután a víghez leszerződtem, és eltelt két-három év, és én nem játszottam szinte semmit, szóval akkor van az ember ilyen elmenő, helyzetben, vagy akkor jön rá az, hogy jaj, de jó lenne máshol lenni, hát ha máshol adnak szerepet, mert itt nem adnak. Ott nem adtak egy darabig, vagy nagyon kicsiket. De ez csak pár év volt, tényleg kettő vagy három. Uh, valahol azt nyilatkozta, hogy a színészethez, te, a tehetségen, tudáson és tapasztalaton kívül kell hatalmas jókedv, óriási önbizalom, nagy érdeklődés, nagy odaadás, derű és nagy pofájúság, és hogy ez önben egyáltalán nincs meg. Hát de kell, hogy legyen, kellene, kell hozzá, kell a színészethez. Ha nincs hát, meg, akkor hogyan? Hát úgy csinál az ember, mintha lenne. De kis, kis önbizalom azért van bennem, hát ha kell, kell hiszek én azért magamban. Az, az az egyik nagy pofájúság az az, hogy miért megkérdezem, hogy hány percet beszélgetünk, mert 19 figyelem, abban figyelem. Ki? Most mennyi? Még van. Uh... 15 perce beszélgetünk. Ja, de lehet, négy órább egy kicsit, úgyhogy... Hát ez... a... Aha, szóval akkor... A... Há, de ez... vannak ezek. Uh -huh. Tényleg kell hozzá. Uh -huh. Tényleg kell hozzá. Egy nagyon szerény, nagyon félős, nagyon magának való ember rettenetesen nehezen találja meg magát a színházi világban, az a tapasztalatom, vagy úgy látom én. Ma már a fiatalok, hogyha nézi őket, akkor ezeknek mindnek a birtokában vannak, és nem is nagyon látójat, aki... Inkább ez a visszafogottabb lenne? De, látok, de azzal baj is lesz. Félek tőle, hogy azok nagyon fiatalok, és azok a akiket én látok azok közül, az olyanokkal, az az érzésem, hogy lesz baj, nem lesznek nagy színészek belőlük, vagy nem lesznek nagyon foglalkoztatottak, vagy nem lesznek nagyon népszerűek, vagy nem lesznek nagyon boldogok, vagy nem jó szerepeket kapnak. Az az érzésem, hogy ez tényleg, amiket itt felsoroltam, az jó, ha van egy színésznek ilyen sok. De ha önben ez nem volt, akkor mégis hogyan lett önből színész? Egy te kicsit volt, de mi nem volt, mondjon egyet, az sok közül. Ön mondta ezt, hogy ez önben egyáltalán nincs meg. Hát igen, ezt csak úgy mondtam. Aha. Nem tudom, annyi mindent mondok. Most sem mondtam komolyan azt, hogy nézze meg az óráját, de lám maga megnézte, és azt igen. mondtam még de már négy számolom. Mert nem tudom az egész életemet, tényleg nem tudom mindig elmesélni. És az hülyeség is, mert máshonnan is meg lehet azt tudni. De én nem, nem mondtam komolyan azt, hogy ez nincs meg bennem. Nincs meg mindig bennem. Vannak depressziós napjaim, depressziós korszakai, olyankor eléggé hiányzik, főleg a derű része, ami azért nagyon kell az emberhez. Például akármilyen sötét dolog, azt is a nézők félre szokták érteni, mindig, hogyha valamilyen halálról beszélünk, vagy Auschwitzról, vagy háborúról, vagy Ukrajnáról, vagy lövöldözésről, vagy bármi, ami a elmúlással, halállal kapcsolatban mindig azt mondják, ugye milyen nehéz lehetett ezt neked ma este végig élni. Azt nem is éli az ember olyankor végig már, mikor játsza. Azt a próbákon éli végig tulajdonképpen. És amikor játsz, akkor egy technikai folyamatot bonyolít le, hiába úgy néz ki, mintha az át lenne élve, az az utolsó percig nincs az átélve, hogy ez lám most meghal, hiszen akkor nekem is meg kéne halni, nem halok én ott meg, csak úgy csinálok, mint aki meghal, és azon gondolkozom, hogy most tényleg ma jó volt-e, értették-e, volt-e elég csönd, ott, ahol nevetni kellett, ott nevettek-e, jól játszottunk-e, nem voltunk-e hamisak, álságosak, hazudósak, átláthatóak, rosszak, nem hatottunk-e rájuk, ezeken gondolkozik az ember egy előadás közben, nem is a történeten. A történet az már mögöttünk van, mert annyit próbáltuk, annyit olvastuk, annyit elemeztük, hogy az már kívülről tudjuk. Szóval hogy jön ki a fülünkön, vagy hogy mondjam egy 50 pluszos ö, színművészeti tapasztalatból tud mm, tanácsot adni fiataloknak, mikor például azt kérdezik meg, hogy mit tör lesz jó egy előadás? Nem. Azt nem tudok. Nem tudok. Nem tudom megmondani. Egészen fantasztikus. Csodák vannak. Na jó, hát nem úgy, hogy a rossz és a jó között azért lehet választani valahogy, de a jó és a nagyon jó között például nem lehet rájönni, hogy miért van az úgy. Azt nem nem tudja senki. Arra, erre van ez a Laurence Olivier féle anekdota, amit ha az összes interjúmat meghallgattak, akkor biztos ismer, Igen. hogy a Laurence Olivier 78 szor játsza a harmadik riárdot, óriási siker van, nagyon-nagyon megy, jó az előadás, akkor berohant a szünetben, öltözőjébe becsapja az ajtót, őrjön odabent barátja be kopog hozzá, és azt mondja, Leri, hát olyan isteni volt, hát már megint mi bajod van, hát hogy tudsz ezen döngeni, hát ma voltál a legjobb, és azt mondja, Lawrence Olivier visszakiabált, és azt mondja, igen, de nem tudom, hogy miért. És ez tényleg így van. Nem tudja az ember, hogy miért. Egyszer csak jobban játszik, mint másik estéken, Másik este rosszabbul játszik, mint másik este, és ennek nincsen oka. Nem azért, mert fáradt, nem azért, mert nem figyel oda, nem azért, mert nem érdekli, nem azért, mert mással foglalkozik, csak a színházban ez az érdekes, hogy ez így változik. Művész úr, most már utolsó kérdésnél vagyunk, vagy utolsó kérdéskörnél. A... Azt mondta az egyik interjúban, hogy ha ön elmúlik, akkor azt fogja sajnálni a legjobban, hogy nem fogja tudni, hogy, igen, a, köv... hogy a következő szezonban évben, mi, megy évben, a mi van évben. a végszínel. Hát ez így van, mert az olyan, mintha a második otthonom lenne, tényleg attól, hogy öt, de lehet, hogy 53 éve vagyok tag, de már előtte két-három évvel játszottam ott egy kamasz fiút, egy, még főiskolás korom előtt. Tehát 17 éves korom, lehet azt mondani, hogy már 60 éve tag vagyok én ott, azt hiszem, vagy nem is tudom hány. Nagyon régen. Úgyhogy a Vixinház sorsa az engem mindig érdekelt. Mindig érdekelt, hogy mi van, mit, 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 ki, ki jön rendezni, mit fogunk előadni, ki mit játszik benne, ki az igazgató, miért az a dramaturg, miért azt a színészt vettük ide, azt miért hagytuk elmenni. Millió esemény, ami egy egy otthonban, ami mondom az én második otthonom szerintem, a Víg színház, az, hát az ott érdekli az ember. Aztán, ha majd nem lesz, az ember, akkor nem fogja tudni, hogy mi van a Vick Színházban, Lehet, hogy nem lesz Vick Színház se, és együtt fogunk elpusztulni valami atomháborúban, amit nem, nem kívánok magunknak, de mit tudom én, mi lesz itt? Műszor a közönség önt egy, egy színész legendának látja, szerintem. Lehet, hogy valakik nagyon szeretik, valakik meg még jobban, de, ö, de mindenképpen így ön hogy látja saját magát? Én nem látom saját magam. Valamit csak gondol magáról. De azt nem mondom el. Uh -huh. az hadd maradjon az én titkom Kern András színművésznek nagyon szépen köszönöm, hogy lejött hozzánk a Jókai Podcastba és beszélgetett velünk egyet Én is, én is, köszönöm